Hát az emberi közösség legkisebb egysége, ugye a család. Amikor ugye az iparosodás elkezdődött, akkor elindult a szervességnek a megszüntetése, hiszen szerves közösségek voltak, szerves falvak, és akkor be kellett költözni, mert ott volt a munka, és ott ugye 18-19. Század, tudjuk milyen áldatlan rabszolga körülmények között, 12 órák a gyerekeket dolgoztattak, stb. És aztán lassan-lassan ugye kivívta az ember azt, hogy 8 órát dolgozunk, hétvégéje legyen, meg még kevesebb, aztán most már veszik vissza egy kicsit. Tehát van egy ilyen fejlődési folyamat. Ebben ugye elköltöztek az emberek a falvakból a városba. A városokban a nagy családnak már nem volt tere, nem volt lehetősége. Meg különben is olyan sokat kellett dolgozni, nem volt időse. Tehát megszűnt a szervesség nem csak a családot jelentette, az jelentette az együttélést az állatokkal, együttélést a növényekkel, együttélést az egész természettel. Az ember önmagát természet részeként és a természetből jövőként fogta fel, és a szellemből jövőként. Ugye ez a szellemet testesítette meg a tradícióban a templom, a hit, ahova jártak imádkozni, ami ugye sok mindent egybe kovácsolt, és még máig is ugye van egy ilyen írásom, a Nyitnikék, ahol beszélek, vagy írok arról, hogy a templomnak a szerepet. Hogy néz ki egy falu templom nélkül? Miért van a templom? Hát, hogy eleve felfelé nézen az ember. Milyen lett a modern templom? Óra van rajta. Miért van óra rajta? Hogy stresszeld magad, ugye? Miért van órád? Miért van azért? A mindenhol, ugye, hogy az idő, ugye, az idő, a time is money, a time az nem pénz, az élet, ahogy említett. Tehát, hogy az embertől kezdték elvenni az idejét, és kizsákmányolni. Tehát nem úgy dolgozott, hogy a családnak, és ugye egy régi parasztársadalom, mert egy paraszt mindenhez értett, kézművesek. Az ember ezermester volt. És ez egy teljes szerve. Na most ez szétment, és akkor jött a város, nem az a régi város, hanem az új életforma. A cél az volt, hogy minél kisebb egységeket teremteni, és végül is megteremteni azt az egyedül létet, vagy a magányt. Tehát szétverni a nagy családokat, ez megtörtént. Utána jöttek a kis családokat berakták olyan lukakba, amikben manapság élünk, ezekben a lukakban ugye mi a legkisebb? A konyha. Holott ugye a konyha volt az a hely, a tűzhely, az a hely, ahol a melegség, az anya, a gyerekek, a férfi, aki hazaérkezik, tehát ahol az otthon szimbolikája volt a konyha. Ezt ugye szinte egy lukba benyomták, és akkor ugye lassan meg is, aztán akkor a kis család szűnt meg, és akkor modern élelmiszerek, akkor gyors főzés, stb. Gyors étkezés, egyre gyorsabb minden, egyre gyorsabb a pörgés, és ezt az ember csak úgy bírta elviselni, hogy egyre nagyobb kabátot vett fel. Tehát nem ilyen kicsit, hanem hogy egyre több réteget kellett felvenni magára, tehát az egóját magyarán, ugye a védekezési rendszerét, és ebben a védekezési rendszerben kihűlt a nincs szervesség, nincs szellem, nincs közösség. Hát ebben mi legyen? És aztán lassan ugye kezdtem már magát se, nem tudja elviselni, nem ugye a kis családot, hanem már magát se, mert az a tartás, az a elkötelezettség, valamin a dolgok szentsége, az, hogy egy étel, az étkezés, hogy az egy ünnep, hogy az együttlét, hogy tehát az a melegség, a melegség eltűnik, és megfagynak az emberek. Megfagynak, ugye, és ez a belső ridegség, ami ugye egy védekezési technika a félelem ellen, az agresszió, ugye szintén egy védekezési technika, és akkor már nem bírom nagyon elviselni a másikat.
magamat sem, persze magamat nem bírom elviselni, és akkor persze menekülök egyrészt magam elől, és akkor a menekülőké alakul át így félig meddig a társadalom, hogy menekülök a nőhöz, a nő menekül a férfihoz, de aztán nagyon hamar összecsapnak, ugye, és akkor mert nekem ez a nézetem, én ezt így gondolom, talalalala, te így érzem, és te pedig nem felelsz meg az elvárásaimnak, úgyhogy szevasz, tavasz. Na, jöhet a következő csaj. Hát, ha ő jobb lesz. Jöhet a következő pasi. Ugye, és akkor ez már és akkor indítunk egy olyan világot, ami már lassan nem lehet elviselni. Ezért mit kell csinálni? Fel kell erősíteni a hangerőket olyan hangosra, hogy az ember kidübörögje, kiüsse a fejéből a szerencsétlennek azt a saját szerencsétlenségét. És ugye próbálja kidobni egy ilyen extázis félébe, és ez drogokkal, alkohollal megtűzdelve, és ugye az elmúlt 100 év, vagy stb. Különböző az alkoholtól a különböző drogok felé, ez mind ugye az elviselhetetlenségről szól. És akkor ugye az, hogy a beszélgetés, a szép zene, a szép táncok, a klassz, a népzenétől kezdve, ugye még a páros táncok megszűnnek. De ezek nem véletlenek. És akkor végül is ott áll egy ember, teljesen izoláltan, milyen van neki bankszámlája. Tehát ő az egész létét, az egész a pénzzel kapcsolatos, ugye tökéletes, hát ez olyan fantasztikusan meg van csinálva, ugye, hogy ehhez képest az ókori rabszolgatartás, hát az kutya füle. És mindenki szabad, akaratából szabad, ezéből rabszolga. És akkor mondják, hogy az önmegvalósítás, ugye? Az ön valósíts meg magadat. Hát milyen magadat? Ugye? Hát ők mondják, az uralkodó, a háttér uralom, mondja meg. Persze sok minden történik, tehát azért nem kell azt se túlzásba vinni, hogy most akkor ez mindent szándékos, de csomó dolog szándékos. Ez az egésszel nincsen célunk. Hát ez a probléma. A probléma éppen az, hogy nincsen célunk. Mert abban a pillanatban, hogyha van egy célunk, ugye, abban a pillanatban, hogy akkor a mechanikusságból egy kicsit kijebb léphetünk, egy kicsit kimehetünk onnan, felismerem, hogy ez nekem most van egy célom, például helyreállítani magamban a csendet. Tehát lekapcsolom a tévét, lekapcsolom a rádiót, meg helyreállítani magamba, elkezdeni megnézni magamat, hogy honnan is jönnek az én negatív emócióim. Az egész hozzáállásomat elkezdem megvizsgálni. Ehhez kell valami, sokszor valamilyen segítség, tehát valamilyen csoport, hogy a negatív emóciók ugye azok elsődlegesen, de azok pedig úgy alakulnak ki, hogy utánzással. Tehát utánozzuk a szüleinket, ő is dohányzott, ő is alkoholt ivott, én is dohányzok, én is alkohol, de én már drogozok, mert én már modernebb vagyok, ugye. Tehát, és akkor végül is kialakul egy olyan magányosság, amiben azt játszom, hogy nekem milyen jó. Közben egyáltalán nem jó. Ugye? Tehát ez olyan szerepjátékba kezdünk bele, tehát olyan hazugság dimenzióba megyünk bele, hiszen meg kell szerezni azt a csajt, vagy azt a pasit, ugye, és akkor nagyon feltupírozzuk magunkat, és ő is feltupírozza, én is feltupírozom magam, csak hogy utána nem lehet mindig tupírozottan járni, ugye, tehát nem lehet felébredni tupírozottan, meg szóval kiderülnek azok a dolgok, hogy az a fajta szerep az hamis, amit én játszottam azért, hogy megkapjam. Mindez egyébként nagyjából érthető, hiszen a nemiség, ugye a nemiségnek egy csodálatos ereje van, csodálatos kreativitása és csodálatos lehetőség, és egyáltalán, hogy közösen vigyük az életet tovább. Ugye? Hát ugye a férfi-női kapcsolatnak az a jövője, hogy
szelidülni, lágyulni, kedvesnek lenni, felismerni, hogy ő ugyanolyan ember, mint én, neki ugyanolyan jogai vannak, mint nekem, ő ugyanúgy szabad, ahogy én szabad vagyok, ő ugyanúgy kötött, ahogy én kötött vagyok. Tehát felismerni szinte magamat benne, hogy ez van ebbe egy bizonyos tükrözöttség, és van ebbe egy óriási lehetőség. Tehát a férfi-női kapcsolat, ugye, az majdnem az ember egyetlen lehetősége. Vagy elvonul kolostorba, ugye, vagy ha nem vonul el kolostorba, akkor férfi-női kapcsolatról beszélünk, akkor családról beszélünk. Ugye? Akkor elértetni. Ezer évek óta ez így megy, és ezer évekig így fog menni, ez nem fog semmit se változni. Persze ez a periódus le fog biztosan zárulni, hogy ugye már most az emberek felismerik, hogy például Magyarországon, meg görög, meg stb. Helyeken kell, hogy a bankok mit csinálnak, ugye? Tehát, hogy micsoda mérhetetlen kizsákmányolás folyik. Hát van egy, a YouTube-on láttam egy ilyen kis amerikai filmet, egy amerikai szinte rendkívül erőteljesen mondhatnám úgy, hogy kiabálva mondja azt, hogy hát az 50-es években arról volt szó, hogyha így megy tovább a fejlődés, akkor az embernek 18 órát kell dolgozni egy héten. Sőt, és azóta 50-szeresére, vagy mit tudom én, hányszorosára nőtt a produktivitás. Elképesztő gépeket, de elképesztő dolgokat talált fel az ember. És mi történik? Jobban rabszolga, mint 50 évvel ezelőtt. Sokkal jobban rabszolga. És meg ráadásul bizonyos fokig ugye a képességei, bizonyos képességei persze fejlődtek, más képességei viszont degenerálódnak. Tehát itt nem a férfi-nőm van, itt nem lehet szeparálni. Ugye? Ez az, ami az elmének mindig olyan nehéz, itt egybe kell látni a világot. És ezt a világot el kell tolni a történelembe, látni, ismerni kell valamennyire a történelmet. Ugye a historias magistra vitae, a történelem az élet tanítómester, tudni kell dolgokat, ismerni kell valamennyire a művészetet, ismerni kell, és ismerni kell, aztán utána jöhetünk az embert, ugye a tradíciót, az értékeket, a felelősséget, ugye. De ezek mind-mind összetartoznak, de ezek nem olyan terhek, amiket az ember azt gondolja, hogyha magamra veszem, akit borzasztó. Ez a nincsen szabadság törvények nélkül. Törvények nélkül csak anarchia van, meg diktatúra, meg terror. Úgyhogy, tehát vannak kozmikus törvények, és vannak emberiek. Hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy az elégtelenség érzete a mai családokban, az a válások, ugye, tehát hogy ez minden második házasság, válás pedig nem azért házasodnak meg, hogy elváljanak. Tehát, hogy az elégedetlenség érzete, a szeparáció érzete, ugye, ma már nyugaton teljesen elfogadott, hogy abszolút szerződés megy, hogy te hoztad ezt, én hoztam ezt, nekem független kontom van, neked független. Tehát ilyen, ugye, már benne vannak, ugye, mert hát azért mégiscsak kell egy nő, vagy mégiscsak kell egy pasi, ugye? De akkor pontosan megvan az, hogy tehát a elsődleges már a pénz, a vagyon. De ez nem működik. Ami működik, és vissza kell fejlődnünk a közösséghez. De tehát a szervessége, vissza kell fejlődni, nincs mese. Tehát egyszerűen majd ezt megcsinálja a földanya, nem kell megijedni, mert ugye ezek a technológiai, technikai kütyük, lehetőségek, uralmak, stb. Ezek az embert ugye nemhogy nem boldogítják, hát hiszen ugye utazván a világban, hát láttam a leggazdagabbakat, láttam a legszegényebbeket. A kedélyben alig van különbség. Tehát nem oldott meg semmit. A nagy autó, meg a nagy izé, ugyanolyan komoran, ugyanolyan morcosan, ugyanolyan izésen, olyan magányosan, fontoskodva járkál. A kedély, ugye? Tehát ha egy másik, az új világ, ami el fog jönni, ott egyik legfontosabb szerepe lesz a kedélynek. Ugye, hogy megemeljük a kedélyünket, és
azt a legelhanyagoltabb kötelességünket veszük komolyan, hogy boldogok legyünk. Ugye? Ez a legelhanyagoltabb. Azt hisz az ember, hogy minden lehet, csak éppen boldog nem. Hát fordítva. Igenis, hogy csak boldog lehet, és más nem. A boldogság igenis, hogy nem pillanatokra, és nem percekre, és nem órákra, hanem a boldogság a létezés alapja. És ettől, hogy, és mi azért prüszkölünk, és fújtatunk, és komorkodunk, és dühösek vagyunk, és félünk, és féltékenyek, és így tovább, irigyek, és a frász tör ki bennünket, mert valahol érezzük mélyen, hogy ez az egész nem stimmel. Tehát a boldogság az nem, tehát az ember, a boldogság pedig nincsen együttérzés, látság, szelídség, erő nélkül. Ez a felelősség, az erő, a szelídség, a látság, mindez egybe tartozik, és ez lenne a család. És itt megvannak a funkciók. Megvannak, hogy kinek mi az erőssége, mely kinek mi a gyengéje, és ugye együtt csináljuk az életet. A gyerekvállalás, ugye, hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye egyrészt érthető, teljesen érthető, ugye, mert mi történt? Hát az történt, hogy a képzések, ugye, hogy a női emancipáció, az emancipáció is félrement, ugye, nem az elmében, nem a jobb vagy féltekes világba kell a nőnek nagynak lenni, nem ott kell konkurálni a férfival, marhaság. A balagyféltekesbe. Ott. És ő a balagyféltekes dominancia, a férfi a jobbagyféltekes, és akkor ott van a holisztikus, illetve hát nem így, nem egészen holisztikus, de az egymást kiegészítő, hiszen nem véletlen, ugye, hogy a hatodik csakra is, de a női és a férfi egybefonódása, ahogy bennünk is, ugye a női energia, a férfi energia, tudjuk, anima, animus, stb. De ez így rizsa. Ugye? Hogyan jövünk oda a valósághoz? Hát az, hogyha minél jobban megengedjük a nőknek, hogy nő legyen, és a nőiség, ne férfiasságot fejleszek ki a nő, hát ezért lesz mindenki buzi. És akkor állandóan, hogy egy neműek házasság, akkor ezzel szórakozunk, ilyen baromságokkal. Hát legyen két férfi vagy két nő együtt, ha akar. Az az ő dolga. Na de nem kell ettől még pódiumra emelni és tüntetni a mellett, hogy valaki meleg vagy buzi. Milyen hülyeség ez? Legyen jó, hát neki most úgy alakult a nemiség, akkor úgy alakult. De a férfi és a nő akkor is az alap. Nincs mese. Ugye? És hiába rizsáznak akármit. De ez nem annyit jelent, hogy most bárki, akinek másik hozzáállása van, vagy másik hajlama, hogy ezt büntetjük. Igen, és büntetjük a gyerekekkel a pornót, meg ezt a gyerekpornót, és stb. Azt ott nyugodtan drasztikusabb, ugye, mekkora figurák csinálják ezt, drasztikus büntetések, nagyon drasztikus. Na, tehát a nemiség, és ez a bal és jobb vagy félteknek a fejlesztése lenne az, amit a férfi és a nő együtt meg tud csinálni. Tehát ők fejlődni vannak együtt. Ők nem azért vannak együtt, hogy csak keféljenek, ugye? Ami adott esetben nem rossz egy jó szex, nem erről van szó, sőt, ugye ott is sok tanulási lehetőség van. Nem azért vannak együtt, hogy az alacsony emóciókat kicseréljenek egymással, és akkor féltékenykedjenek, dühöngjenek, akkor végül is aztán megint megnyugodjanak, mert még van elég tesztoszteron, ugye, vagy valami, és akkor azáltal a szex által a menekülés a szexhez, vagy menekülés a szextől. Nem menekülés, nincs menekülés. Nincs hova menekülni. Energia van birkodás párkapcsolatokban, meg úgy általában emberi kapcsolatokban? Hát aki hagyja. Hát most ez olyan dolog, érted? Ez mindig kettő múlik, kettőn áll a vásár. Hát végeredményben ez az egész szó, hogy energia van birkodás, ez szerintem így marhaság. Olyan van, hogy ugye az egyiknek alacsonyabb a szintje, a másiknak magasabb. De ha ők összekerültek, akkor dolguk van egymással. Ugye?
akkor dolguk van egymással, különben nem kerültek volna össze. Itt nincs így, hogy egyik, már eltolom magamtól a felelősséget, ugye rátolom a nőre, hogy ő engem energia, van, leizél, lenyom, leszív, mit tudom én, mindenféle kifejezésekkel. Ilyen nincsen. Hát itt ketten vagyunk. Tehát ez egy, az az energia csere, és az energia áramlás, hogy ez nem működik jól, minimum 50%-ban én vagyok a felelős. 50%-ban meg ő. Monogámia, akinek ez a hajlama, nagyszerű. Semmi gond. Akinek nem ez a hajlama, annak nem kell állandóan megerőszakolni a magát. Hát végeredményben, ahogy a nőnek joga van, ugye, szerelmesnek lenni egy házasság alatt egy másik férfiba, ugyanúgy szerelmes lehet a férfi is egy másik. Nem kell drámázni, nem kell beszarni, nem kell féltékenykedni. Élje meg! Ezt meg lehet élni a családban, a családon belül, ha jó az energia, ha emeljük egymást. Milyen jó? Hát hazahoz egy jó energiát. Van most egy jó pasija, beleszeretett egy pasiba, ugye most nekünk van három gyerekünk, vagy két gyerekünk, ő beleszeretett, mert már unja azt, mert már engem érthető módon. Hát marhára nem lehet mindig, hogy most meglátott egy jó ízét, jó csajt, jó pasit, ugye, hát őt nem éltem meg szarás közben, és stb. Ugye, de nyilvánvaló, hogy fényesebb, fényesebbnek látszik a dolog. Hát próbálja ki. Ezért nem kell elválni, ezért nem kell alkoholt inni, ezért nem kell drogozni, ezért nem kell terapeutákhoz rohangászni fél éveken keresztül. Emelkedni kell. Az is a tanítás. Az is a tanítás, hogy te nagy figura, teremtés koronája, téged is érdekes módon, te nem vagy az egyedüli férfi. Jé, és te drágaság, ugye, te nem vagy az egyedüli nő. És akkor mi van? Mi ezzel a baj? Hát vannak olyan társadalmak, hát Tibetben például olyan volt, ugye a tradícióban, hogy mivel mit tudom én, a nő és a férfi közötti viszony, hogy egy nőnek volt 4-5 férfia. És csak az, hogy a papucsok itt volt, akkor nem ment be a másik. Na és ez fordítva meg a Közel-Keleten, meg 4 nő, vagy... Tehát sokféle együttélési lehetőség van. De az igaz, hogy mély lelki, mély szereteti, nyilvánvalóan, hogy az egy másik szint. Tehát ha eljutunk egy másik szintre, egy párkapcsolatban, ahol már nálunk olyan a szeretet, és annyira áramlik köztünk a szeretet, hát akkor most miért ne élje őm ezt meg, vagy miért ne éljem én ezt meg? Hát én ezzel gazdagodtam. A gazdagodást hova hozom? Hát hazahozom. Ugye? Szemlélet, dársana, úgy hívják ezt a buddhizmusban. Ugye? És amíg mi itten egymásba kapaszkod és lehúzom a másikat, ugye, hát milyen technikát alkalmazunk? Amíg ugye a jó csaj megy az utcán, és marha jó csaj, és nekem marhára tetszik, és biciklizek, és mindent megteszek, hogy megszerezzem, na és utána meg mit csinálok? Utána elkezdem, hát a többiek is észre, ettől még jó csaj marad, hogy az én csajom, vagy jó pasi, ugye? És ezt a többiek is észreveszik. De ez már nekem nem tetszik. Hát én hogy vettem észre? Hát én is úgy vettem észre, nem? Hát most birtokolni akarom? Hát egy birtokolni egy másik embert? Hát az rabszolgaság kell, nem? De ezt ugye nem ismerjük, nem dolgozzuk ki magunkból, hanem okolunk, hanem nyekergünk, hanem féltékenykedünk, hanem irigykedünk, hanem mert az a, mit tudom én. Hát hogyha most akkora olyan tanít a sors, hogy most azért, mert mit tudom én, neki egy jeepje van, elhagy engem, hát akkor ezt is nekem kell feldolgozni. Lám, hát akkor mégiscsak ilyen külső értékeket keresett, és nem pedig is egy kicsit. Én érezhetem magam csalódva, csalódás ugye van, meg bánat van. De az a csal, hogyha ezt tágas keretek közé helyezem a csalódást, meg a bánatot, és hajlandó vagyok ezzel dolgozni, és szem előtt tartom, hogy a boldogság lehetséges, a tanulás lehetséges, akkor egészen másképp fog ez kinézni. A rohanás nagyon egyszerűen ki lehet.
lépni bele, stop! Ilyen egyszerű. Stop! Ugye? Tehát alkalmazza mindenki magára a stop gyakorlatot. Álljon meg egy percre. És az egy perc hosszúnak fog tűnni. Üljön le a kirakatba, üljön le egy padra. Üljön le 5 percre. Nem igaz, hogy nincs a mind, az elméje pörög, és nem veszi észre, hogyha átmegy ugye, egyik kedvenc hasonlatom. Hát micsoda gyönyörű város ez a Budapest, ugye átmész a Margit hídon, ott ülsz abba 4-es, 6-osba. Hát olyan gyönyörűség, tehát nincs ilyen város, a világon nincs ilyen város, sok helyen voltam. Olyan szépség tálul eléd a hegyek, a folyó, a gyönyörű házak, a parlament, a mit tudom én, a sziget, a stb. Nem veszed észre. Miért nem veszed észre? Mert te bezártad magad. Ugye? Nem rohansz, csak zárt vagy. De amma pillanatban, hogy kinyílnál, és azt mondod, most itt ülök a villamoson. Ha! Vesz egy mély levegőt, körülnézel, felhők az égen, milyen szép ez. És itt vagyunk együtt a többiekkel. Ő nélkülük én se lehetnék. Ő nélkülük nem lenne villamos, ő nélkülük nem lenne város, ő nélkülük nem lenne, és akkor elkezd ez ember távolni. Ide tartoznak az őseink, akik ezeket a gyönyörű házakat építették. Hát basszus, hát itt kész van minden, 100 éve állnak, ez is ugye 100 éves ház. És milyen szépen áll, semmi gond vele. Ilyenek voltak a dédapáink, ilyenek voltak az őseink. Individuális házakkal van tele Budapest. Csodálatos. Mindegyik ház szinte másképp néz ki. Ugye, mert mi ilyen vagány gyerekek vagyunk, ilyen kicsit individuális. És jó, ugye? És jó ez az egész, és szép. És akkor rájössz, hogy ez jó, és szép, és milyen, és megálltál egy picit. Aztán jön az, hogy el kell rohannod ide, el kell rohannod oda. Na de egészen más, hogyha te már kicsit telítődsz azzal a helyjel, ahol vagy, telítődsz az emberekkel, és nem csak mindig az, hogy milyen hülye ez, és te is ilyen pofát vágsz, és ez mi, hogy néz ki ez a figura, milyen pofát vágsz, te ugyanolyan pofát vágsz. Merjél mosolyogni. Ja? Nagyon egyszerű. Mindjárt másképp néz ki a rohanás. Egy mosolygó rohanás, azt, ez egy másik világ. Ugye? Hát az ember mosolygó rohan, hát az mindjárt más az lelke. Hát rohanhatsz. Mindig ezt a rohanást okolni mindenért. Ez nem egészen igaz. Ugye? Meg a mögöttes dolgot kell egy kicsit, valamit megváltoztatunk ezen a rendszeren, valamit, tehát kezdünk enyhülni, szelidülni, épülni, elkezdjük a másikat is építeni egy kicsit, és elismerni az ő részét is az életben, hogy igen, hogy nem minek a tudod a hülye, ugye, hát hány ilyen villamosopuszban, mindig borcolán ülnek a világfájdalom rajtuk, ugye, meg mit tudom én, mi a bajuk? Túl jó vannak, túl jó az életük. Menjenek el Bangladesbe, menjenek el Afrikába, menjenek el Lizébe, Brazíliába. Majd meglátják, hogy mi az, ami. Vagy hirtelen történjen valami. Ugye, vagy ne történjem természetesen, csak mondom, hogy tehát amikor felébredsz arra, hogy mi nekem a bajom itt? Hát mi nekem? Mi bajom van nekem? Semmi. És akkor rájössz, hogy semmi. Minden bajt te csinálsz magadnak, kézbaszta. És akkor ezeket leteszed. És akkor tovább is persze mész, tovább is ellátod a munkádat, tovább is mész a gyerekért az óvodába, továbbra is mindent csinálsz, tovább is ugyanúgy csinálsz mindent. Csak a hozzáállás lett más, te lettél más. És ha te más lettél, akkor lehetőséget adsz a másiknak is, hogy más legyen. És ha te lehetőséget adsz a másiknak, hogy más legyen, akkor a világ lassan ki fog ebből jönni. De úgy nem jön ki, hogy dühös emberek, frusztrált emberek, és új marha agyalással, és új izével, találmánnyal, majd ez megoldja, az megoldja. Nem oldja meg. Nem lehet megoldani ezt. Se a világot se lehet megoldani, magamat se lehet megoldani.
Ugye? Ha megjön a mosoly, ha megjön a humor, ha megjön egy kis kedvesség, hát kedvesség, ugye? Hát amikor először voltam Ázsiában, még a 70-es évek végén elképesztően kedvesek voltak. Tehát olyan volt, szóval az ember egyszer nem hiszi el, nem hittem el, hogy milyen az a Thaiföld, hogy a buddhizmus, és nem voltak gyengék, a nők lehajoltak, de a nők olyan erősek voltak, hogy kiverték az angolokat a fél. Tehát az angolok nem tudták gyarmatosítani Thaiföldet. Tehát ez nem egy gyenge ország, de mindenki, igen, és nagyon széles mosoly, és a fehérek ezek mindig türelmetlenek, mindig van bajuk van, ott a luxus szállodában is frusztráltak, az úszodában is frusztrált, eszi a homárt, és akkor is frusztrált. Mi a baj? Tehát ők olyanok voltak, most már nem olyanok. Most már mi, ahova betesszük a lábunkat, ott aztán kemény élet jön. Ez teljesen mindegy, hogy az indiánoknál, akkor kiírjuk őket, vagy valamit, vagy ugye az angol gyarmatosítás Indiába, akkor ledrogoztatjuk őket, mint Kínát, stb. És akkor most csodálkozunk, hogy nem annyira szeretnek bennünket, vagy pedig mindenki milliárdosnak tart minden fehért, ugye? Megjelesz ott, ugye, hiába mondod, hogy neked ilyen, te fehér vagy, te nyilvánvalóan gazdag vagy, rohadt gazdag. És igazuk van. Mert ha te oda mentél, akkor ő nem tud idejönni. Úgyhogy, tehát egy kicsit kitágítani az életet. De fölfele, lefele, széltében, hosszában, és akkor mindjárt más a mező. Mi vagyunk felelősek a mezőért. Mi vagyunk felelősek az életért. Mi vagyunk felelősek, hogy milyen az élet. Ugye? És nekem teljesen mindegy, hogy minek néznek. Miért nem tudunk változni? Miért nem merünk mosolyogni? Hát mert az önképünket féltjük. Féltjük azt, hogyha mosolygunk, akkor ez hülyének néz engem. De ha én komoly vagyok, és szigorú, akkor elnyomom, akkor távolságot. Netán oda jön hozzám, és barátságos szavakat váltunk, vagy netán megismerkedünk egymással. Ugye? És így mindenki elmegy mindenki mellett. Ugye? Miért? Ez nem szükséges. Ezt mit csináljuk? És ha felismerem ezt, hogy ezt nem ők csinálják, hanem én csinálom, hát kit tudok változtatni? Hát most nem mondhatom neki, hogy változz meg, hogy oda meg hozzá, te ide figyelj, milyen fejbe kólintalak, ha nem kezdesz el mosolyogni. Ugye? Tehát így csak magamat tudom megváltoztatni. De magamat tudom. Ez a felismerés, ugye? Ez a lehetőség, ez az embernek a lehetőség. Az ember lehetősége, hogy ő tud egy emberen változtatni. Óriási dolog. Hát egy ember, hát mindegy, egy emberekből tesszük össze a milliárdot is, nem? Tehát elég, ha a magamat változtatom, magamat, és nem veszem, akár mit csinálok, nem veszem halálosan komolyan, az teljesen mindegy, hogy most én nagyon ezotérikus vagyok, én most nagyon tudományos vagyok, én most nagyon szerelmes vagyok, én most nagyon tök mindegy. Ilyen egyszerű. Hát a szeretet nagyon ide kapcsolódik. Ugye, nagyon ide kapcsolódik. Morcosan, frusztráltan, mélyen frusztráltan, elégíts ki az én frusztrált igényeimet, az én morcosságomat, és ez nem szeretet. Ugye? A szeretet csak szeret. Nincs más dolga. A szeretet a világ legegyszerűbb dolga. Ugye? Mert nem kell más csinálni, csak szeretni. Tehát onnantól kezdve, hogy ez az áramlás, vagy ez az együttérzés ugye, megvan, onnantól kezdve az ember elkezd szeretni. Nem mindig. Hát nem vagyunk szentek. Ugye nem arról szól a történet, hogy most hirtelen mitől beverem a lábamat, és ez a kurva életbe, ugye. Vagy mit tudom én, valamelyik hülye oda jön, és azt mondja, a szentségét, milyen hülye ez a figura. De ez egy pillanatra megakaszthatja a szeretetet. És utána újra helyreállíthatom. Tehát magyarán
A szeretet az az egyetlen, ugye hát nem véletlenül áll a Bibliában, amit hogyha adok, az csak több lesz. Minden más, ha adok, az kevesebb lesz. Ha pénzemből adok, akkor kevesebb pénzem van. De a szeretetből adok, akkor több szeretet lesz. Ugyanakkor ugye az nagyon jó ki lehet használni a szeretetet, és lehet vele zsarnokoskodni. Te, neked az a feladatod, hogy te szeress engem. De szeretni csak szabadon lehet. Tehát csak a szabadság dimenzióját, nem véletlenül a drága költőnk, hogy 28 év alatt mindent megért, és 28 év alatt mindent megélt, ugye? Szabadság, szeretet, kész. De kettő kell nekem. Én precízen, ennyi precízen nem lehet megmondani jobban. Ugye? És elé helyezte a szabadságot a szerelemnek. Ugye? Azt mondta, hogy a szabadság, és én nem ágyban, párnák között akarok meghalni. Micsoda figurák? Micsoda, ilyenek az őseink. Ugye? Balassi, a vitézek, mi lehet szebb dolog az végeknél. Óriási emberek. Óriási emberek. A példákból lehet tanulni. Ugye? A példákon lehet nőni. Hogy van egy Balassi nálunk, aki megírta ezeket a gyönyörűvel, van egy Petőfi nálunk, és számtalan más is, akik erről olyan autentikusan, és olyan szívből, és olyan erősen adják ezt át nekünk, ezt csak át kell venni. És ez se egy nehéz dolog, mert bennünk van. Mert tudjuk, mert így születtünk, mert ott voltunk egyévesek, meg kétévesek, és ezt csináltuk. Rettenetesen kíváncsiak, rettenetesen nyitottan, és rendkívül boldogan. Úgy éltünk, ugye? Egy pár évet mindenki megért, vagy legalábbis akik nem. De aki meg nehéz sorsba került, az meg óriási lehetőséget kapott, hogy onnan fejlődjön, ugye? Van-e a szeretetnek olyan dimenzió, hogy erő? Tehát, hogy jobban szeretek, vagy kevésbé szeretek? Hát persze, a szeretet nagyon is, hát a szeretet maga az erő. A szeretet maga a legyőzhetetlen erő. Az, hogy jobban szeretek, meg kevésbé szeretek, van a szeretetnek is hierarchiája. Mindennek van egy hierarchiája. Demokrácia csak a lehetőségekben van. Egyébként a világ hierarchikus. Hierarchikus a tudás, hierarchikus a fizikai erő, hierarchikus a mesterség, hierarchikus a létezés, és hierarchikus a szeretet. Minden hierarchikus. Csak persze ma ugye mindenki, tehát a potenciájában persze az embernek ott van. De minden egy máshoz, most hiába kezdenék el 24 órát zongorázni, és szétesne a fejem, és stb. Még akár a 20 évesen is, én nem leszek Mozart, én nem leszek Liszt Ferenc, én nem leszek Kocsis Zoltán, és stb. Tehát ugye olyan tehetségeink vannak, amik predesztinálnak, ugye eldöntik az életünket, hogy abban a tehetségben zajlódjon az életünk. De ez lehet kézművesség, ugye? Ez lehet sok minden, ez lehet retórika, ez lehet az ember, sokféle tehetség van, ilyen sport, olyan sport, stb. Mindjárt valamiben tehetségesek vagyunk, ugye? Az jutott eszembe, hogy ugye azt mondják a taoisták, hogy to be like a village idiot, tehát olyannak lenni, mint a falu bolondja. Nem a falu bolondjának lenni, csak olyannak lenni. Tehát, hogy ugye ha elveszítem az önképemet, akkor más lehetőségeim vannak. Vagy ez a sárga császáros történet, ugye, hogy sárga császár elveszíti a kedvenc ékszerét, mert éppen valahol kirándultak, és az volt a kedvenc rubintja, és elvesztette, és akkor kiküldi a tudóst, nem találja meg. Akkor a tudós után kiküldi a katonát, nem találja meg. Akkor utána kiküldi a művész, nem találja meg. Akkor kiküldi a papot, nem találja meg. Mindenkit kiküld, és akkor végén ott van, ott ül magában az önfelett, azt mondja, én is kimehetnék talán megnézni. Azt mondja, sárgaság, jó, hát te aztán, ha te önfelett, ha te aztán biztos nem találod meg. Önfelett megtalálja, mert leheveredik valahova, és éppen lenyúl, és ott van a Rubin. Tehát van egy ilyen történet, hogy az önfelettség
tehát az önfontosságomnak az elfelejtése, ugye, az egészen más lehetőséget nyit. Milyen jó a magyar nyelv, nem? Önfelett. Igen. Ez a szó. Jó, én arra voltam igazából kíváncsi, hogy én szeretek valamit, vagy valakit, tudok-e valakit jobban szeretni, mint mást, vagy akkor ez inkább csak egy olyan dolog, hogy attól a mástól jobban azt kapom, amire nekem szükségem van, és ezért érzek egy affinitást, vagy vonzódást felé, vagy ez így van egy dimenzió? Hát igen, mert ugye a szeretet hierarchiájában, ugye már a görögök és a görögök bölcsen mi is kétféle szeretetet, szerelem szeretet ismerünk. Például érdekes, hogy a nyugati nyelvek nem ismernek csak egyféle kifejezést, a szeretet. Tehát nincs szerelem szeretet megkülönböztetés. De a görögök ugye az erosz, tehát az erotikus szerelmet megkülönböztetik a filiától, a baráti szeretettől. Ugye? Tehát a filia egy másik szint volt, mint az erosz. És egy másik szint volt az agape, az isteni szeretet. Tehát a szeretet az Istenhez, a teremtő felé, nyilván egy másik szintű, vagy másik energetikájú szeretet. De valószínű, hogy, sőt, szinte biztos, hogy legalábbis bizonyos életszakaszokban szükség van, vagy szükség lenne mind a háromra. És ez lenne a szeretet teljessége. Na most, hogy én egy embert jobban szeretek, mint a másikat, hát azt mondja hogy a zenmester, hogy hát a virágot jobban szeretjük, mint a gyomot, de a gyom mégis gyorsabban nő. Ez van. Ugye? Persze, hogy jobban szeretem a virágot, mint a gyomot. Persze, hogy jobban szeretem azt az embert, akivel a rezonanciám, a lényemben sokkal több közösség van. De milyen érdekes, hogyha nincsen, akkor is lehet, akkor is esetleg, ha van a kettőnkben, van egy olyan, valamiben erős vonzalomnak kell lenni, de például az erős, az lehet a szex, vagy lehet a valami lelki, vagy egy közös cél, vagy hasonló, és akkor az kialakítja a többit, felépíti a többit. Tehát fel is lehet építeni. A szerelem, szeretet az nem olyan, hogy megvan, hanem az munka. Vagy megkapom a kész csajt, meg a kész pasit, ezt kapod meg, fiam. Munkát kapsz. Kapsz egy nőt, kapsz egy férfit. És azok, persze te nem akarsz dolgozni, és akkor gyorsan ott, hogy azt hiszed majd a másik nő, vagy a másik pasi, majd az olyan lesz. Nem lesz olyan, nincs ilyen. Ez egy közös munka, ez évek közös munkája. És ha mind a ketten hajlandó vagyunk egymást elismerni, és egymással, egymásért dolgozni, akkor meg lehet teremteni. Csak mi türelmetlenek vagyunk, csak mi azt akarjuk, hogy már mindenben kész legyen, kiváló legyen. Yeah.